Gyorszerán Csingisz vagyok, 23 éves, apai ágról mongol, anyai ágról magyar, és az ereimben folyó vér fele az, ami miatt ma itt állok előttetek. Az én életem 18 éves koromban kezdődött. Az előző évek történéseit ekkora sikerült feldolgoznom, tehát nyugodtan mondhatom, hogy tulajdonképpen 5 éve élek az óvodai korszakból emlékszem egy esetre, amikor egy új Benti szandált vettek nekem a szüleim, ami a nehéz anyagi helyzetünk miatt nagy lemondásokkal járt. Az első nap, amikor az új szandállal beléptem a csoportba, a takarítónő nekem támadt, mert szerinte ez nem megfelelő Benti cipő. Aznap többször a fejemhez vágta ezt, aztán, amikor jött értem édesanyám, vele is vitatkozni kezdett. Az indoka az volt, hogy szerinte a szandált talpa csíkot húz a padlón, és ő nem azért van itt, hogy ezeket takarítsa. Édesanyám hamar dühös lett, megfogta a szandát, és teljes erőből végighúzta a padlón. De nem hogy nem húzott csikot, hanem egyfajta radírként a talpa eltüntette a már ott lévő nyomokat. Ezzel lezárt ügynek tekintettük a dolgot. Másnap reggel, az öltözőbe beérve, mikor szerettem volna átvenni a cipőmet, a szekrényben nyúlva egy, darabokra vágott szandálképe fogadott. Emlékszem, sírni kezdtem, és édesanyám is összetört. Kevés az emlékem erről az időszakról, de minden esetre elmondható, hogy nem volt egy túl jó kezdés. Általános iskolában én voltam az egyetlen félig magyar, akinek furcsa neve van, aki kicsit másképp néz ki, kicsit európai, kicsit ázsiai, kicsit különböző a többiektől az osztálytársaim, bár kisebb csúfolódások mellett, de pár év alatt elfogadták a jelenlétemet. Az osztályomban a fiúk nagy része focizott vagy kézilabdázott, a lányok pedig táncoltak. Nálunk otthon a családban egy generációkra visszanyúló szokás volt, hogy mindenki röplabdázott, így számomra szinte predestinált volt, hogy én is röplabdázni kezdtem. Hamar perifériára kerültem, emiatt az osztályon belül, hiszen egyik klikbe sem illettem be. Az iskolában összesen hárman voltunk fiúk, akik ezt a sportot tűzték, így a kis létszám miatt nekünk a lányokkal kellett edzenünk. A sport szeretetének köszönhetően hamar összebarátkoztunk velük, velük, akik akkor az iskola legszebb lányai voltak. Valószínűleg akkor szúrhattam szemet négy felsőbb éves fiúnak, akiknek nem tetszett az én jelenlétem a lányok körül, ezért elkezdtek rám szállni. Kezdetben durva beszólásokat kaptam tőlük, de ők nem álltak meg a verbális bántalmazás szintjén. Mikor elmentek mellettem a folyosón, alkalmanként úgy megütötték a kezemet, hogy napokig nem bírtam mozgatni. Belőgtek a szekrénybe, rámzálták, és közben rajtam nevettek. Télen az iskolába menet jó viccnek tartották, hogy megdobjanak egy olyan hógolyóval, aminek a közepére egy nagy követ csomagoltak fejbe találtak vele, amitől vérezni kezdett a fejem. De ezek fizikai sérülések voltak, amik begyógyultak. A legfájdalmasabb és a legkínosabb az volt, amikor rászoktak arra, hogy szünetekben lejöttek a termünkbe, az ajtóban álltak és onnan kiabáltak nekem. Az osztálytársaim előtt, akik csöndben ültek, hiszen féltek ők is, nehogy ők legyenek a következő áldozatok. És mikor megpróbáltam kimenni a teremből, hogy legalább ne az osztálytársaim előtt találzanak meg ma is, kifele menet a fiúk meglöktek vagy megütöttek. Történelemből, mikor a tatárjárást tanulták, a szünetben azt kiabálták nekem, hogy megöllek tatár. Irodalomból, mikor a magyar himnusz tanulták, melynek egy sora most rabló-mongol nyilát felettünk, a szünetben azt harsogták, hogy takarodj, te rabló, mongol. A dolog odáig jutott, hetedik osztályos koromra, hogy a fiúk reggelente a bejárat előtt vártak, és miközben mentem az osztálytermen felé, végig mellettem jöttek, löködtek, és megalázó dolgokat mondtak rám. Ezt egy ideig viseltem, aztán elkezdtem a raktárépületen keresztül beszökni reggelente az iskolába, ezzel kikerülve akkor a reggeli bántalmazást. Egy kérdés, amit ezen a ponton néhányszor kaptam, hogy és a szüleidnek nem mondtad el, hogy a történet ne legyen olyan egyszerű, ez volt az az időszak a családom életében, amikor totálisan eladósodtunk a 2008-as válságnak köszönhetően. Hogy milyen mértékben, azt azzal tudnám érzékeltetni, hogy egyik nap arra keltünk, hogy a parkolóból elvitették az autónkat, a lakásunkba pedig elkezdtek behajtók járni és lefényképezni a helységeket és az ingóságokat. Ezzel együtt új, nem kívánatos szereplők is megjelentek a családomban, ilyen volt az alkohol és a szeretők. Ezek együtt egy, egy feszült, nem kívánatos légkört eredményeztek otthon, ezért emlékszem, hogy úgy gondoltam, van elég baj a szüleimnek, nem mondom el nekik. Az igazi enyhülést azonban a középiskola megkezdése hozta el számomra, ahol új lappal kezdhettem, hiszen senki nem tudta, hogy ki vagyok, vagy hogy honnan jövök. De a sok testi-lelki bántalmazás nem múlt elnyom nélkül. Az önképpen totális ferdülése mellett magatartási problémáim lettek. Pánikrohamokat kaptam miséken, hiperhidrózis tölt rám ahol több ember volt. Ezek miatt iskola pszichológushoz küldtek. Néhány sablonos beszélgetés után egyik nap úgy döntöttem, hogy segítséget kérek, és elmondom a történetemet Lívia néninek. Elkezdtünk rajtuk dolgozni, és a kezelés egész középiskola alatt tartott. Rengeteget beszélgetett velem, pszichológiai könyveket adott, hogy tanuljak belőle, egyéb technikákkal segített visszanyerni az önbecsülésemet. De hogy miért állok most itt előttetek? Az egyik oka, hogy a négy éves közös munka során megtanultam, hogy a trauma feldolgozásának vannak fázisai. A sok fázisán, az ingadozás fázisán áthaladva, 20 éves koromra eljutottam a tagadás fázisába ez volt az az időszak, amikor elkezdtem magamat arról meggyőzni, hogy hát nem is volt annyira durva ez a dolog, lehetséges, hogy én voltam túl érzékeny. Elkezdtem tagadni azt, amit tudtam, hogy megtörtént. A másik oka, hogy az ex-bántalmazottaknak azon kevés százaléka, akiknek sikerül kimászni a bántalmazásból, visszahúzódnak, és szinte csak a közvetlen környezetük tud a létezésükről pszichológiailag ez teljesen érthető folyamat, hiszen az ember ösztönösen kerüli a veszélyt, főleg ha már egyszer megtapasztalta, hogy milyen sérülni. Én ezt teljesen megértem, viszont van vele egy problémám. Mégpedig az, hogy így senki nem tud példaként szolgálni azoknak, akik most érik át a bántalmazásokat. Annak ellenére sem beszélünk róla, hogy rendkívül sokunkat érint, de hogy ez mennyire így van, azt szintén egy személyes példán keresztül mutatnám be nektek. Veszprémből munkavállalás céljából költöztem Budapestre január közepén, és a munkába lépéshez szükségem volt egy erkölcsi bizonyítványra. El is mentem a hivatalba érte, ahol a váróterembe lépve megláttam, hogy rajtam kívül kb. 25 ember várakozik ott, de hát volt időpontom, úgyhogy nem aggódtam az ügyintézőt és az ügyfelet egy üvegfal választotta el egymástól, ahol mindkét oldalon volt egy-egy gomba mikrofonnak, hogyha egymással szeretnénk beszélni. Kb. 10 perc várakozás után szólítottak is az egyik ablakhoz, hogy akkor George and Gingy a következő. Mondtam, köszönöm, azt az hiszem én vagyok. Bár az, hogy a Csingizből hogy lett Gingy, az mondjuk megérne még egy TEDx előadást, úgyhogy jövőre találkozunk. Mindegy, leültem az ügyintézőhöz, aki elkérte a személyemet, és közben megdicsérte a nevemet, én pedig a ugye – makulátlan kiejtését. Aztán, miután nézte egy ideig a személyemet, egyszer csak azt kérdezte tőlem, hogy fiatalember magát soha nem bántották a neve miatt? Hát gondoltam magam, hogy ez talán nem a legmegfelelőbb helyszín arra, hogy ezt itt most megvitassuk főleg már időközben a másik két ablaknál ülő ügyintézők kimentek szünetre, tehát az egész váróterem minket hallgatott a mikrofonba. Úgyhogy, de hát hazudni sem szerettem volna neki, úgyhogy azt válaszoltam neki, hogy hát sajnos előfordul, de már túl vagyok rajta. Erre a hölgy elmesélte, hogy az ő férje ukrán, és úgy döntöttek, hogy az ukrán név mellett a gyerekeiknek adnak egy harmadik magyar nevet is hogy majd legyen egy menekülő útjuk az iskolában a csúfolódásokkal szemben. Majd hozzátette, mert a gyerekek a legkegyetlenebb állatfaj. Egyből gondoltam, hogy valószínűleg a hölgynek is van rossz tapasztalata a témában is, azért mond el nekem ennyire személyes dolgokat, mert végre találkozik valakivel, aki érti, hogy miről beszél. Miután a hölgy kimondta ezt a mondatot, a mögöttem ülő 25 emberből megszólalt egy úriember, hogy igen, ez így van. A gyerekek a legkegyetlenebbek. Mire az úr mellett bal és jobb oldalon a két hölgy elkezdtek helyeselni, hogy igen, igen. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy egy hivatalos helyen ülök, ahol egy komplet önsegítő csoportot tudnék összerakni ezekből az emberekből. Úgyhogy hátrafordultam, és azt kérdeztem tőlük, hogy akarnak róla beszélni? Mosolyogt az ott történet, de azt gondolom, hogy jól mutatja ennek a témának a jellegét, mégpedig azt, hogy az emberek szégyellik, ha bántalmazzák őket, ugyanakkor, ha találkoznak valakivel, aki azt mondja, hogy igen, velem is megtörtént, akkor kinyílnak és megértést várnak. Azóta eltelt jó néhány év, és volt időm átgondolni a velem történteket. Jobban szeretem a családomat, mint bármikor a bántalmazóimnak pedig megbocsájtottam, és bármennyire sablonosan vagy közhelyesen hangzik, rengeteget köszönhetek nekik. Kitartást, mely eredményeképp 14 évesen bekerülhettem a magyar röplabda Merészséget, melynek köszönhetően elkezdtem modellkedni, mely területen ígéretes ajánlatokat kaptam külföldi ügynökségektől. Tenni akarása való ki nem múló tüzet, mely eredményeképp most itt állok előttetek. De kaptam egy elsőre lehet, hogy furcsa dolgot, magyarságtudatot. Furcsa, mert hogyha egy cigány gyereket bántanak magyar gyerekek, akkor a cigány gyerek nagy eséllyel fogja egész hátrévő életében gyűlölni a magyarságot, és ugyanez a példa fordítva. De annak ellenére, hogy a környezetem a bántalmazás éveiben minden nap éreztette velem, hogy én nem vagyok velük egyenrangú magyar, már ez valahogy úgy alakult, hogy rendkívül büszkeséggel mente, ha arra gondolok, félig magyarnak születtem. Örököltem a magyarok küzdeni tudását, és azt a bizonyos magyar makadságot, ami minden nap azt nekem, hogy igenis, az előnyömre tudom fordítani a velem történteket, még akkor is, hogyha tudom, hogy a legtöbb ex almazott, az árnyékban él, boldogtalan, szerhasználó, vagy már nem is él. Én ugyancsak öt éve, de élek. Végül pedig annak kérnélek titeket, hogy kiszváltatásra válaszoljatok nekem a következő kérdésekre. És aki egyszer már fölteszi a kezét valamelyik kérdésre, az hagyja fenntartva. Ki az, akit valaha bántalmaztak már verbálisan vagy fizikálisan? Ki az, aki hallott már a környezetében valamiféle bántalmazásról? Ki az, akinek szóltak már be olyat, ami rosszul esett? És végül ki az, aki úgy gondolja, hogy lehetséges, hogy a jövőben, így vagy úgy, de találkozni fog valamiféle bántalmazással? Nézzetek körbe. Látjátok, mennyien vagyunk érintve? A kérdésem, hozzátok is csak annyi, hogy akartok róla beszélni.